Ha takarékoskodunk az ivóvízzel és a palackozottal, szemben a csapvizet részesítjük előnyben, már is sokat tettünk földünk védelméért. Ezen gondolatok köré épült a Miskolci Vízművek csak nem egy éve szemléletformáló programja, amely során előadásokkal, tájékoztatókkal, forráslátogatásokkal próbálták tudatosabb vízfelhasználásra bírni a fogyasztókat. A projekt során a város tömbpontján a Mi Víz Kft. Új ivókutakat is telepített. Miskolcon a víz- és szennyvízszolgáltatás 109 éve indult el, és napjainkban a csapokból kiváló minőségű víz folyik. A város vízellátása elsősorban a Bükk-hegység karsztvizeire épül, és naponta 35-45 ezer köbméter a Borsodi megye székhely vízfogyasztása. Vízbázisaink védelme ezért kiemelten fontos. Vízügyi szakemberek a Városháza dísztermében. Ahol kezdődött, ott is zárult le az a csaknem egy évig tartó szemléletformáló program, ami az ivóvízzel való takarékosságra, tudatosabb szennyvíz kibocsátásra, illetve a csapvíz felhasználás előnyben részesítésére hívta fel a figyelmet. A gyerekeket például egy rajzpályázattal szólították meg. A kollégákkal személyesen kerestük fel az óvodába, az iskolába az első helyezetteket, hogy átadjuk. Ez is egy külön élmény volt nekünk is, hogy így eljutottunk az iskolákba közvetlenül, nagyon kedvesen fogadtak. Egy gombnyomás, és már ihatjuk is a bükki karsztvizet. A projekt részeként idén városszerte több új ivókutat is telepített a társaság. Egyik közülük a Búzatéren, a buszpálya udvar forgalmas részén kapott helyet. A Mi Víz szemléletformáló projektjének záró rendezvényén Badány Lajos a klímaváltozás negatív hatásaira emlékeztetett, és ennek kapcsán a tudatos vízhasználat fontosságát hangsúlyozta. Azért, hogy a tiszta ivóvíz mindig rendelkezésére álljon, nem csupán a víziközömi szolgáltatóknak, az önkormányzatoknak, hanem a fogyasztóknak, tehát a lakosságnak is felelőssége van. Ennek fontos része az is, hogy a lakosság a csatorna hálózatot is tudatosan használja. Ön jelentett be hibát? Igen, már megint eldugult a WC-m. Mi lehet ennek az oka? Bizonyos tárgyakat ugyanis szigorúan tilos a WC-be dobni. Ezek ugyanis a dugulás mellett a környezetet is súlyosan károsíthatják. Hasonlóan a műanyag palackos víz fogyasztásához, amely által jelentősen nő a természetbe kerülő hulladék mennyisége. Kutatások bizonyítják, hogy éves szinten 90 ezer darab mikroműanyag részecskét visz be szervezetébe az, aki csak palackozott italokat fogyaszt. Aki viszont csak csapvizet iszik, elenyésző mennyiségű műanyag darabkát juttat be a szervezetébe.